estét kívánok, hölgyeim és uraim! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves mindannyiukat! A Magyar Művészeti Akadémia és az Uránia Nemzeti Filmszínház közös szervezésében a Fejezetek a Magyar Dokumentumfilm Történetéből című sorozat mai előadásán. Talán emlékeznek rá, hogy ennek a blokknak ugye Nehéz emberek a címe, és az eddigi filmek, amelyeket láttunk, többnyire olyan emberekről szóltak, akik valamilyen jelentős találmány vagy ügy érdekében a társadalmi cselekvés lehetséges formáit próbálták kitapogatni az adott kor Magyarországában. A mostani film hőse viszont már nincs abban a helyzetben, hogy cselekvő legyen, hiszen nagybeteg, hanem a Számvetés című film, amelynek rendezője Tóth Péter Pál úr, akit szeretettel köszöntök. Tehát ennek a filmnek a rendezőjét úgy lehetne jellemezni, hogy olyan ember, aki élete utolsó pillanatában, tudva, hogy nem sokára, ha csak csoda nem történik, akkor elragadja őt a halál, de még ebben az utolsó pillanatban megpróbál számot adni, számvetést készíteni arról, amit tud, amit megtapasztalt az adott kor Magyarországában. Amit látni fogják, olyan filmet fogunk látni, ami ezer szállal kötődik, nem csak a korához, mert olyan drámát mutat be, ami valaki egyszer azt mondta, hogy a jó filmek titka, hogy lépést tudnak tartani az idővel, ami azt gondolom, hogy ma is meg tudja a nézőt szólítani. Hát erről fogunk néhány szót váltani a film előtt, szokás szerint a filmalkotójával parancsoljuk. Indítsuk azzal a kérdéssel, hogy milyen késztetések hatására kezdtél el Percel Tamással és az ő élettörténetével foglalkozni. Magyarán mi indított téged arra, hogy ezt a filmet elkészítsd? A történet egészen röviden a következő. Ez a film a Kapufilm stúdióban készült, a szerkesztője Brádi Zoltán. Én vele több filmet készítettem. Ezek közt voltak olyanok is, amelyekben Percel Tamás szakértőként, illetve szereplőként közreműködött. És a akkor aktuális filmünk forgatása során mondta az Olinak, aki az ő egykori egyetemi társa, hogy elég súlyos beteg, rákos beteg. És azt az ajánlatot tette neki Brádi Zoli, hogy ha ő erre hajlamos, ha ő ebbe belemegy, akkor mi követnénk az ő útját a gyógyulásig, ami sajnos nem nagyon volt akkor már valószínű, vagy pedig a végsőkig. Tudnélik, Percel Tamás nagyon sok mindent szeretett volna elmondani. Tehát nem akart dolgokat a sírba vinni. Ez nagyjából ez látható a filmben. Ugye előzetesen, ha már beszélünk, és biztos vannak itt olyan nézők, akik nem látták a filmet, bár lehetett magyar televízióban is itt ott látni már, hogy a film hőse az egy híres, mondhatjuk így, a Fenyőt egy média vállalkozó munkatársa volt, és ettől az ő helyzete, hogy mondjam, olyan volt, hogy nagyon sok információt megtudott, megtapasztalt. Most Percel Tamás nem arról ismert elsősorban, hogy ő Fenyő munkatársa volt, és a film sem erről szól, de kétségtelen, hogy ez lett a ez tematizálta leginkább a sajtó. Tehát amikor ez a film elkészült, ő ebben egy-két kijelentést tesz, és névvel megnevez embereket a fenyőgyilkossággal és kapcsolatban, és egyáltalán azzal a szituációval kapcsolatban, amiben ő belecsöppent. Ő ugye pszichológus és tanácsadója volt üzletembereknek, egyebek közt és legfőként Fenyő Jánosnak is, akit
közös munkájuk még tartott, amikor megöltek. Meg fogják látni a filmben, nem akarnék elémenni az eseményeknek, valóban tesz egy-két állítást arról, hogy itt vajon mi történhetett. De ebben nem az az érdekes, hogy ő ott megnevez egy olyan érdekkört, akinek szerinte köze lehetett a Fenyő halálához. Egyébként soha nem mondta azt, hogy megölette az az illető a Fenyőt, hanem azt, hogy neki érdekében állt az eltüntetése. Ennél sokkal érdekesebb az a világ, amiben ilyen módon bepillantást nyerhetünk. Tehát a magyar nem a vállalkozói, de ez a fajta vállalkozói kör, tehát ez az új kapitalista, vadkapitalista, mindenkin átgázoló és minden eszközt magának megengedhetőnek tartó közeg. Tehát én inkább erre hívnám fel a figyelmet, semmint arra, hogy most akkor ki ölte meg a Fenyő Jánost, hogy ki nem ölte meg, ezt perccel nem tudta, és nem is állította, hogy ő ezt tudja. Ő csak azt állította, hogy szóval sok jel egy bizonyos irányba mutat, mondjuk így. Beszélünk egy picit magáról Perczelről is, most egy korábbi korszakáról. Erről is sok szó esik a filmben, amit a privatizációnak, az eredeti tőkefelhalmozás korának lehet nevezni, hogy számodra ez az ember és ez a sors hogyan értelmezhető, vagy miről szól, ha szabad ilyen csúnyán kérdezni? Vagy mi érdekel téged az ő karakterében? Hát egy rendkívül összetett ember, tehát nem arról van egyszerűen szó, hogy valamiben kiváló volt, és abban elért bizonyos eredményeket. Ő maga sem gondolta úgy, hogy megfutotta azt a pályát, amit ő megfuthatott volna. És őt azt gondolom, hogy az ő képességei Perczel Tamást annál sokkal többre predesztinálták, mint amit végül is elért. Lehetett volna belőle akár államférfi is. Valószínűleg nem lett volna rosszabb. Történelmi családba született. Természetesen történelmi családba született, ugye a Perczel név is ismert, de hát a Tisza család, Tisza Kálmán leszármazottja. Tehát igen, valóban lett volna egy ilyen családi indítatás, és de ettől függetlenül képességei alapján és elhivatottsága mondjuk alapján ez azt hiszem áldásos lett volna az országnak. Ez nem valósult meg. Ami ugye a kérdés az volt, hogy mi volt benne, mi lesz benne izgalmas itt. Ami téged megragadott. Igen. Is, ami... Ez a végtelen összetettség, ez a rendkívüli szigorúság, ahogyan ő az életét élte, és itt most nem arra, nem, a szigorúságot nem olyan értelemben értem, hogy nem ez a vaskalaposság, vagy ez a nyárspolgári szigorúság, hanem bizonyos elvekből azért ő nem engedett. Tehát azért ő egy magyar úr volt a szónak abban az értelmében, ami szóval azért az egy minőség. Tehát azt hiszem, hogy ezt még lehetne tovább kicsit... Egy dologról még talán itt a film előtt, mert aztán többit később is megbeszélhetjük. Egy picit a film, minden filmnek megvan a maga nehézsége, szokták mondani. Ennek mi volt? Én most egyre gondolok, hogy az ő betegsége az mennyiben határozta meg a te munkádat. Ő szerette, hogy mi forgatni járunk hozzá. Tehát ő mondta is, hogy neki struktúrája az életét. Ő tudja, hogy a következő forgatás mikor lesz. Arra fölkészült, tudta, hogy akkor melyik részét tekintjük át az ő életének. Tehát ő abszolút rendelkezésre állt. Nem voltak skrupulusai, hogy most akkor... Ugye manapság, aki a médiában úgymond szerepel, az mind látszani szeretne. Ő viszont megmutatni szerette volna magát. Tehát nem igyekezvén egy olyan képet nyújtani, hogy nem tudom én, előnyösebbnek, vagy jobbnak, vagy szebbnek látszódjék annál, mint ami. Beszél olyan dolgokról, amikről emberek nem szoktak beszélni. Azt is mondhatnám egyébként, hogy ez egy beszélő fejes film, ezt manapság pejoratíve szokták érteni ezt a kifejezést, hogy hát nincs benne semmi cselekmény, semmi akció. Én szerintem a film médiumának, mint olyannak a legsajátabb eszköze
ez a beszélő fej. Minden film a beszélő fejekről szól, legfőjebb van benne más is. Nem tudom, még valamit. Kertcsinálóként, hogyha nincs ellened, de ez szerintem elég volt, megköszönhetjük, és gondolom, hogy mivel a film egy kicsit hosszú, a nézők már várják, hogy elkezdődjön a filmvetítése. Igen, egyetlen utolsó szót. Ez voltaképp egy 6 részes tévésorozatnak egy rövidített verziója. Tehát 240, nem is tudom hány percből, 153. Úgyhogy ezt lesznek kénytelenek végignézni, hogyha szeretnék megtudni, hogy hova fut ki a történet. Nem vállalták a bemutatását magyar televíziók a maga korában. Jóval később vette meg a Duna TV és mutatta be éjszakai órákon. Ezt azóta se lehetett voltak éppen olyan körülmények közt megnézni, ahol az embernek nem kell éjjel kettőkor fennmaradnia. Köszönjük szépen! Én is láttam már elég régóta ezt a filmet, és miután az elején is mondtam, hogy egy 6 részes film, most meg kellett állapítsam, hogy a 6 részes az igazi. Tehát ez egy kicsit kényszerűségből rövidített változat volt, ami most ebben a pillanatban éreztem is azt, hogy témák kicsit el vannak benne vágva. Tehát annak érdekében, hogy minden bekerüljön, vagy a legtöbb minden bekerüljön a filmbe, elég sok mindenről csak úgy... Szóval nagyobb teret kellett volna szentelni, de fel ne tudja. De hát akkor meg 1000 óra. A rövidebb verzió az... Ez a rövidebb, a 153 a rövidebb. Hát a hosszú az 240, egy 60, nem tudom, szóval jó hosszú. De ez milyen megfontolás alapján született ez a rövidebb verzió? Ez filmszemlére, annak idején 2004-es filmszemlére láttam össze ezt az anyagot. Én a Dunában még a teljes verziót láttam. Persze, ott az ment le. Ez csak a filmszemlén ment akkor le. Annak elég érdekes története volt egyébként annó. Ugyanis ezt nem választották be a versenyprogramba, ezt a filmet, és emiatt az akkori filmszemlén, ugye minden filmszemlénhez tartozott egy ilyen dokumentumfilmes megbeszélés, ahol ott elemezte a zsűri nagy nyilvánosság előtt a bemutatott filmeket. És ennek a beszélgetésnek az egyik pontján fölállt a Dárda István, Hugo, és megkérdezte a zsűrit, illetve az ott jelenlévő előzsűrit, hogy vajon milyen oknál fogva nem válogatták be ezt a filmet a versenyprogramba. És ők három előzsűri tag volt, az egyikük bekerült a zsűribe, ő azt mondja, hogy nem érti az egészet, ő azt hitt, hogy ez a fülhíjas film annyira jónak találta, de hát a másik két kolléga leszavazta. Majd fölállt a zsűri egy másik, előzsűri egy másik tagja, aki mondta, hogy hát ő lehet, hogy tévedett, ő csak egy szociológus, ő lehet, hogy nem értem a filmezéshez, és azért ott ő elnézést kér. A harmadik tag csöndben maradt, majd a folyosón, amikor megkérdeztem tőle az 4 szem közt, hogy mégis mit talált, mi miatt nem talált ezt méltónak a programra, akkor 4 okot nevezett meg, mind a 4 tárgyi tévedésen alapul, tehát vagy nem nézte meg a filmet, vagy nagyon fáradt volt, vagy a fene tudja micsoda. Azért mesélem el ezt a történetet, mert sajnos nagyon jellemző volt az elmúlt években a filmszemlékre. Tehát szinte már gyakorlat volt az, hogy filmek szorulnak ki, ennél jobb filmek is a versenyprogramból, de hasonló egészségi kárhozata. Most így visszanézni egy kicsit, vagy rövidíteni kellett volna, vagy bevállalni mind a 6 részben. Csak itt mondjuk, akkor más vetítés, más időpontban kellett volna vetíteni, ugye, mert itt 6 és 9 között persze, idő. Persze. Egyébként hát ez már, hogy mondjam, a film érdeme, hogy a Magyar Művészeti Akadémia válogatásába bekerült, mert ez is egyfajta rangsor, tehát 30-40 év 100 magyar dokumentumfilmig mutatja be az Uránia mozi ezt a nézők, akik
gyakran jártak, ide tanúsítatják. Két évvel ezelőtt volt egy ilyen játékfilmes válogatás, és most folytatódik a program dokumentum. Nagyon megtisztelő, ezt azért ott mondjam, mert te választottál. De hát a filmnek ez az érdeme. De tessenek parancsolni. Azt gondolom, hogy nagyon hálás lehet a utókor, és nagyon hálás vagyunk, hogy egyáltalán elkészített ez a film, és egy ilyen nagy embernek az élete, az rögzítődött. És hát egyszer köszönjük. Amit láttam, az fantasztikus volt, hogy és nagyon megrázó film. Úgyhogy gratulálok a filmhez. Szóval. Köszönöm. Az mindenképpen egy nagyon jó dolog egy dokumentumfilmes számára, hogy követni. Tehát nézőben akkor áll össze ki, amikor valamikor tól a végéig. De akkor tényleg is mit nagyon szokott. Tulajdonképpen egy olyan dolog, ami mindannyiunknak át kell esni. És hát mindannyian meghalunk egyszer. A kérdés az, hogy tartozunk, vagy ajándék. Gondolkodtam magamban, hogy nekik esetleg ilyen, hogy én hogy fogok meghalni, hogy ha tudom, mondjuk, ha hasonló helyzetben lennék, és tudom azt, hogy az a biztos pont a vége, az már nincs olyan nagyobb össze, akkor vajon én úgy csinálnám végig. Nem biztos, hogy az ember nem biztos, hogy ennyire lemondóan. Mindenképpen ez gondolkodtak el, hogy a Sanyihoz csatlakoznék, hogy az mindenképpen az ő, hogy mondjam, lelki erejéről tanúskodott, hogy nem tudhatjuk, hogy az ember hogy dolgozhat egy ilyen végső helyzetet, hogy valóban, ha én adott helyzetben lennék, akkor vállalnék-e egy ilyen filmes munkára, mégiscsak egyfajta rendszerességet, de ezt a filmben ő elmondja, hogy ez ritmizálta az életét, és ez még jó is jött. De ugyanakkor az ilyen betegséghez hozzátartoznak a hisztérikus pillanatok is, nem tudom, hogy volt-e ilyen, amikor kiesel ebből a szerepből, akár a fájdalom miatt, vagy olyan napodban. Viszont a másik, ami a film, hogy mondjam, érdemeként nagyon sok nagy érdeme van, hogy a megiratlan és nem rendszeresen fel nem dolgozó magyar rendszerváltozásnak azt gondolom, hogy jó néhány oldalát írta tele, hogy így fejezzem ki. Ezt most nemrég került a kezembe egy könyv, egy beszélgető könyv, három ember ült le beszélni. Két évvel ezelőtt a Pozsgai Imre, a Vihari Mihály és a Kósa Ferenc filmrendező, és ez a beszélgetés nyomán született könyv, ez most jelent meg két héttel ezelőtt. És ott is azok az információk vannak érintve, egyébként azt hiszem pont a Vihari Misi mondja ezt el, amit a Perccel is a maga módján elmond, és a filmnek a bizonyos fejezetei. A hat rész az teljesebb, ezzel az én is a kis vagyon felosztása. Gyakorlatilag a Vihari Mihály is azt mondja el, hogy
eltékozása volt ez az ösztönzeti vagyonnak, ami Magyarországon történt, anélkül, hogy a felelősöket részben vagy egészben a későbbiek folyamán bármikor megnevezte volna. Mert így nem lehetett, és ezt a, hogy miért nem lehetett, ennek a mechanizmusát nagyon sok ponton pontosan mutattak be. Nem akarok hosszú lenni. De ez azt hiszem, hogy egyszer majd a dolgok helyükre kerülnek, és a filmednek ezt az érdemét, ezt majd, hogy mondjam, igazolni fogja az idő valamikor, ebben biztos vagyok. Hogy gyorsan foglaltam össze, nem akartam hosszú lenni. Egyébként én pont ezen gondolkodtam itt a vége felé, hogy régen láttam, mondom, ezt a filmet, és meglepődtem egy picit, én sem emlékeztem minden részletre, de hát igazából éve nem csoda, hogy ezt nem mutatták be annak idején, sőt, hogy voltak éppen azóta se. Tehát itt azért én nem is tudom, hogy most nem azért, mert ez a régfilm, hanem hogy, hogy valaki elmondta el olyan mélységében ott a percet a más, hogy itt hol mennek a dolgok. Tehát az, hogy ki, hogy van ez a pénz, és akkor ez a csoport tette rá a kezét, az maga a csoport tette. Csak úgy ráteszegetik a csoportok a kezüket, és ezért senki nem szól semmit, és Magyarországon ez politikának hívják, és országirányításnak hívják. Szóval elég hátborzongató volt ezt ott akkor is hallani, tehát azért is visszaidézett bennem. De most visszalátni meg tényleg. Néha azért megjelenik egy-egy információ ezek a nagy rablások különböző korszakairól, hogy mi minden történt. Gyakorlatilag valaki egyszer úgy fogalmazott, hogy az történt a privatizáció során, ami hát nem egy vagy két év volt, hanem minden korszaknak megvan ebben a felelőssége, hogy a társadalmi elit ügyesebb, leleményesebb, jól pozícionált tagjai, azok kirúgták a sámlit az elesettebbek alól, most kicsit képletesen fogalmazva. Ennek egyébként az eredményét azt lehet látni, hogy 3 vagy 4 millióra tehető az abszolút szegénységben élő emberek száma, akik nem is fognak, de még a gyerekeik se a közeljövőben egy jó kettőre jutni. Most itt a tétek a filmben egyébként elhangzanak, ugye, hogy nem csak a kis vagyok privatizációja kapcsán, hanem ott, amit a Vikóban tapasztaltak róla elmondani. Ott fel vannak téve a kérdések, és nincsenek pontos válaszok. Ez nem a film hibája, csak hogy mondjam, hogy mi történt aztán. Tehát, Egy dolgot szeretnék csak mondani, mert az ember azért egy ilyen filmben is, egy ilyen sorsban is keresi a pozitívumot, és azt, ami igazából előre viszi, és kiemel abból a fajta deprivátságban, hogy az ember könnyen belekerül, hogy egy ilyen filmet megnéz. Ez a része a filmnek pedig amikor a magyar értelmiség helyzetét kérről beszél számomra. Ez a nagyon beteg ember ott igazából felhízott, mert elmondta, hogy mit tanult meg a magyar értelmiség. Mit tanult meg az értelmiség? Hányféle módon alkalmaz, hogy 4 évenként a 4 évenként változó körülményekhez. És igazából azt az értelmiséget hiányolja, aki a magyar értelmiség, tehát akinek a... És ezt ki is mondja nagyon szépen, akinek ez a kör, ez a sors, ez a haza végül is szívügye. Végül is a szíve közepén. Szóval én itt éreztem a legelőre mutatóknak és a legfontosabbnak, és a legerősebb üzenetének. Mert az ember végül is még értek, mi még értek, még tehetünk valamit. És azt hiszem, hogy az értelmiséghez tartozott. Tehát az az intés, az a
amit elmondott, az nagyon fontos volt. Nem egyszer, amikor beszéltetek emberekkel, és akkor vagy gúnyosan, vagy valami poénra kikerekítve mondanak valamit a jelen helyzetre, akkor én egyet tudok csak elmondani, hogy szomorú vagyok azért, hogy így gondolnak, és nem olyan felelősséggel, mint ahogy a Bence Tamás ebben a részében a filmben. Ennyit szerettem már csak mondani, mert nagyon fontos, hogy érzem, amit végül is kifelé vezet, kifelé mutat ebből az egész szomorúságból, ami az egész filmben áll, amit nagyon pontosan végigér, elmond, őszintén. Ő predesztinálja a családi tradíció, amit ő tudatosan felvállal, annak az étosza. De nem, ez nem egy ilyen külsődleges dolog, hogy ha már ide születtem, akkor én is úgy gondolok, hanem úgy érzem, hogy ez belőle jön, ez az étosz, tehát a személyiségéből. És nem csak attól, hogy én egy nagy családtagja vagyok, kell valami ilyesmit tudnom. Igen, de az családok, és azért ők hoztak valamit, ami azért benne is a munkában. Igen, de nyilván, hogy ez, amit hoz egy család, még ha egy ilyen nemes hagyományú család volt, rossz meg jó dolgokba öltöz, valamilyen arányú öltözetet. Tehát nem feltétlenül csak jó lehet ebben a tradícióban, de ez a társadalomban való gondolkozás képessége és kötelessége, igen, az biztos ennek része. Igen, egyébként a hosszabb verzióban ez az értelmiség kérdés, ez még jobban, hogy mondjuk okodatultabban kibontakozik. Meg voltak éppen ez az egésznek a magja, mert ő egy értelmiségi ember volt a szó legnemesebb értelmében. És ott van is egy ilyen, azt mondja, hogy a értelmiségi az, aki hogy választania, nem is tudom már pontosan, hogy van ez, hogy választania kell a között, hogy eszik, vagy pedig nem tudom, mert könyvet vesz, akkor inkább a könyvet veszi meg. Tehát nem csak arról van szó, hogy milyen családban születik, hogy esetleg azonosul azokkal a tradíciókkal, vagy azzal a tradícióval, ez túlságosan egyszerű lenne, inkább arról, hogy ő azonosul azzal az országgal, amit a sajátjának tekint. Nevezhetjük ezt akár hazafiságnak is, hogyha nagyon... De nem, nevezzük hazafiságot. Már az ember szégyeli magát ilyen szavakat használ, mert az van itt szavakat. Igen. Azt szeretném megkérdezni, hogy mennyire kellett a kérdésekkel irányítani, hogy ilyen dolgok jöjjenek ki belőle, vagy ez jött magától? Ő egy kiváló előadó, mondhatni, hogy nyomdakészen fogalmazott, tehát igazából véve, de természetesen volt egy riporter, szerkesztője ennek a filmnek, aki irányította őt, de hát az volt a cél, hogy úgy tegye fel a kérdéseket, hogy azokat akár ki is lehessen vágni. Ami szerintem az egyik legnehezebb, tehát az egyik általában leginkább kedvelt formája a riporteri munkának, tehát valaki képes úgy kérdezni, hogy ő háttérben maradjon, és ne az ő kérdései adják a szájába a választ a kérdezőnek, de egyébként pedig lehetett látni, hát az egyetemi előadásán is egy kiváló előadó volt. Nagyon összeszedetten, nagyon, nagyon pontosan fogalmazott. Nekem egy kérdésem még lenne, ezt erre az elején már érintettük, hogy az elmúlt években volt olyan, mert ugye ezek a
filmben elhangzó nevek meg személyek különböző összefüggésbe kerültek aztán a magyar politikai életben, volt, aki kormánypártagja lett, aztán ellenzéki pártagja, és lezáratlan ügyeik vannak, hogy téged vagy a filmet, hogy mondjam, nézték-e időközben különböző emberek vagy csoportok bebizonyítandó ezt vagy azt? Azt nem tudom, hogy kik nézték, vagy kik nem nézték, az biztos, hogy a rendőrség az bekérte a forgatott anyagokat a fenyőügy miatt. Arra azt gondolták, hogy talán abban valamit kivágtunk a filmből, de már bevágtuk volna, hogy valami konkrétumot is mond. Ebben a filmben nagyjából benne van az, amit ezzel kapcsolatban tudott, de igen, a rendőrség ezt bekérette. Újságoktól kerestek, ott szerették volna számba adni, hogy minthogyha azt mondta volna Perczel Tamás, tehát itt elhangzanak ebben a filmben nevek, minthogyha valakit konkrétan megvádolt volna, sokkal tágabb kontextusban nézte ezt az egész ügyet, tehát nem arról beszél ebben a filmben egy pillanatig sem, hogy ez meg az megölette, hanem azt a mechanizmust, azt a közeget azt mutatja, nagyon szépen írja le, vagy mondja. Mutatja, hogy ez lehetséges, amiben ennyi egy ember élet. Azt mondja, hát kikerült a Pixisből, őrületes nagy tétekben játszanak, tényleg milliárdokról van szó, politikai hatalomról van szó, mi egyébről van szó, tehát akár az életét is kockáztathatja, tehát az, aki nem ismeri a határokat, és valószínűleg a fenyő átlépte ezt a határt, ott elhangzott az akkori miniszterelnök, az akkori belügyminiszter neve, elhangzott a konkrétan a film készítése idején hivatalban, de azt hiszem akkor is a Kunce volt a belügyminiszter. Hivatalban lévő belügyminiszter, hivatalban lévő kancellária miniszter, konkrétan megnevezve azt, hogy ott miben, hogyan sáros. Őrületes hallgatás vette körül. Annyi volt, hogy hát ezt a filmet először meg akarta venni a Magyar Televízió, de aztán mondta a szerkesztő, hogy hát ezt most ebben a politikai helyzet, most ezt most egyelőre nem lehet. És akkor ez így ment éveken keresztül, és akkor nem tudom, valamikor. Az már szerintem az már a kormányváltás után volt, hogy a Duna TV megvette. Nem, a Duna még 2010 előtt mutatta. Még 2010 előtt. Én ott voltam, dolgoztam a házban, és tudom, hogy volt ez ilyen értelemben vitatárgya, mert a mi egyik nem közvetlen főnökünk, de akitől függtünk, az pont a Kis Péter volt. Most nem megyek bele részletekbe, hogy milyen papírokat nem írt alá. De ezzel számolni kellett, és az ember nem játszott el a naivokat. Hát nyilván, persze. De hát én nem is azt mondom, hogy számon kérem mindezeket a dolgokat, de mert hát mindenkinek fogva van a nyaka, finoman szóval. De egyébként azóta volt kormányváltás, most a Fenyő ügy pár éve, vagy nem tudom mi, vagy nem is pár éve újra előkerült. De az az érdekes, hogy akármilyen kormányváltás van, igazából nem derül ki sokkal több. Magyarán még most se tudjuk, hogy mi is történt ott, mert nem tudjuk, hogy végül is kilőtt. Hát persze, mert nem ez a lényeg, hanem a háttérben ott vannak a gazdasági erők, amelyek... Igazad van, hogy nem ez a lényeg, de azért hogy mondjam? Hát ez hozzátartozna, hogy ha legyen olyan, lehet, hogy nem érdekes senkinek, hogy a mondat befejeződjön. Hát valószínűleg így. Akkor... Egyébként az interneten, ha jól tudom, mind a hat rész fontolt, szóval nem meg lehet tekinteni. Soha nem néztem utána, de valaki mondta, hogy rajta van. Igen, végül is interneten már gyakorlatilag igazából most nem mutatta be a televízió, nem mutatta Istenem, vagy bemutatta, de később. Most ma már ez nem számít. És ez hogy van, hogy a jogok
Hát, valaki föltöltött. Tehát annak sincsen joga, hogyha az ember letölti a, nem tudom én, a legújabb hollywoodi filmet, annak köszönhetett semmit. Ez ilyen nem egészen törvényes, de nagy néptömegek által gyakorolt filmfogyasztási szokás. Az én tisztem most az lenne, hogy megköszönjem ezt a szép estét, neked és a filmednek, és köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm a kérdést is.